tél végén a tavasz közeletével éreznünk kellene, ahogy az ébredő természet feltölt minket energiával. Mégis ilyenkor a legtöbben levertségre, tompultságra, aluszékonyságra vagy ingerlékenységre panaszkodnak. Ezek a tavaszi fáradtság tipikus tünetei, amely a szervezet normális reakciója a téli üzemmódról tavaszira váltásra. Az egyik oka ennek nyilván az életmóddal összefüggésben, akár az, hogy a téli időszak alatt azért sokkal energiadúsabb, zsírosabb táplálékokat veszünk magunkhoz, és emiatt azért a szervezetünk is sokkal jobban leterhelődik, illetve az, hogy most érezzük, hogy a természet is ébredezik, nekünk is ébredeznünk kellene vele, de a, a téli ilyen lelassult életvitel után nagyon nehéz elkapni ezt a fonalat, hogy hogy akkor most már mi is a természettel együtt egy picit korábban kelünk, egy kicsit tovább van világos, bár a napsütésnek örülünk, a hosszú tél szerotonin hiányt okoz, az örömhormon pedig csak lassan pótlódik szervezetünkben. Ezt a fajta fáradtságot a sok kávé fogyasztása sem kompenzálja. A szakemberek azt tanácsolják, hogy töltsünk minél több időt a szabadban friss levegőn. Akármilyen furcsán hangzik, a sport az nagyon sokat segít, annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy az még tovább meríti a szervezetet, de közben nem, mert nagyon sok energiát tud adni. Nyilván pszichológusként nagyon sokszor javasoljuk a relaxációt, azt, hogy egy picit befelé figyeljünk. Jó időszak erre, hogy egy kicsit lezárjuk a telet, hogy átgondoljuk, hogy mik a terveink akár erre a, pozitívabb, egy kicsit napsütésesebb időszakra, és az, hogyha mondjuk nem csak egy ilyen január 1 előretervezése, hanem akár egy ilyen tavaszival is előretervezés, az tud segíteni abban, hogy motivációkat találjunk, ami, ami lelkesít és ami tovább visz. Érdemes több folyadékot is fogyasztani. A téli hónapokban jelentős mennyiségű hulladékanyag halmozódik fel a szervezetben, és ennek eltávolításához több folyadékra van szükség, naponta legalább két literre. A reggeli hideg-meleg váltózuhany is segít felfrissíteni szervezetünket, de jó hatással van a tavaszi fáradtság kezelésére a pozitív gondolkodás is.